Szombati forgalom itt a Városréti piacon. Nagy volt a nyüzsgés ezen a hétvégén is az árkád mögötti területen, ami annak is köszönhető, hogy a hagyományos, már megszokott kiállítók és áruik mellett kézművesek is felállították standjaikat a bazár soron. A Győrszol szervezésében 15 vállalkozó kínálta szebbnél szebb, minőségi és nem utolsó sorban egyedi portékáit, így a pikáns sajtokból, a fából készült különlegességekből, a csillogó ékszerekből, az ünnepeket idéző mézes kalácsból és patchworkökből is kedvükre válogathattak a piacozók. A kézművesek nagy örömmel érkeztek városunkba, és talán az is beszédes tény, hogy nem csak Győr környéki településekről jöttek termelők a Városréti piacra. Bicskéről érkeztem, 2 éve foglalkozom ezekkel a dolgokkal, mindegyiket magam saját kezűleg készítem el, saját tervezésűek, és örülök, hogy itt lehetek Győrben, ezen a nagy vásáron, hogy bemutathatjuk mi is ezeket a dolgainkat a nagy közönségnek. A győri vásárra a város hívott meg, mint népművészeti egyesületi tagot, és örömmel fogadtuk ezt a meghívást, mivel minden harmadik szombaton talán pont ez a célközönség keresi fel majd a vásárt, akit a vásárszervezők is próbálnak megszólítani. A helyi kézművesek mellett így mi is be tudunk mutatkozni, és piacot találunk ezekre a ritka alkalmakra. A szolgáltató a nagy sikerre való tekintettel már most szervezi a következő 2-3 hét múlva esedékes vásárt, amikor várhatóan 20-25 kiállító is érkezhet az ország számos pontjáról. Így az ünnepi készülődést könnyítve a fa alá különleges, kézzel készült ajándékok is kerülhetnek.